Én egy évi halasztás után 1942. november végén vonultam be Bereckre munkaszolgálatra, ahol volt egy már akkor is nevezetes Kerezsi nevű szakaszvezető. Hát a legkedvencebb szórakozása az volt, hogy a napnak a legkülönbözőbb időszakaiban, késő éjszaka vagy kora hajnalban kiadta a parancsot, hogy a domblábánál sorakozó egy sorban és sípszóra kiadta utasítást, hogy futás fel a dombra. 10 másodperc múlva következő utasítás az volt, hogy ülj le, aki ilyen helyzetbe került, tudja, hogy milyen nehéz egy meredek dombon leülni. Utána megint 20 másodperc múlva tovább futást parancsolt, és ez 3-szor megismétlődött, amíg a dombnak a gerincére fölérkeztünk. 2 embert szembeállítottak egymással, és ugye nagy nyilvánosság előtt a keretlegények röhögtek ott rajta, hogy azt a parancsot adták, hogy pofozzátok meg egymást. És hogyha ez nem ment elég határozottan, akkor az egyik jól megtermett keretlegény odament, és azt mondta, hogy na most nézd, én megmutatom, hogy hogy kell pofozni, és olyan pofont adott az egyik résztvevőnek, hogy majdnem elesett. És tovább folytatódott néha addig, hogy véreztek az emberek. Nem, mert nem csak pofozás volt, hanem rúgás, meg mindenféle, ami keserves dolog lehet az ember életében. És az volt a baj, hogy bajtársakat kellett megszégyeníteni ezzel a pofozással. Kétségbeejtő helyzet volt, és lelkileg tette tökre az embereket.